Köszöntöm nézőnket, hamarosan kezdődik a Karcagi Szimfonikus Zenekar koncertje. Balta László karnagyóral beszélgetünk. Nagyon izgatott a zenekar, hiszen láttuk, hogy már próbálnak és hangolnak. Közönség is gyülekezik. Ön mennyire izgul? Jaj, hát én minden fellépés előtt azért izgulok, egy ilyen egészséges izgulás van bennem, de hát azért ez könnyű, egy nyáresti koncert lesz, úgyhogy annyira azért nem. És hát azt hiszem, hogy már sokan megszerették Önt és meg is ismerték, tehát azért tudják, hogy egy jó színvonalú műsort várhatunk ma. Hogyan sikerült ezt a válogatni a zeneszámokat, hiszen mondta, hogy egy könnyedebb műfajban gondolkodjunk most. Hát igen, magyaros, főleg van benne népi, és van benne külföldi, német, francia, lengyel zene, és hát persze szórakoztató, komolyan szórakoztató zene. Azt hiszem, hogy a testvérvárosaink is örülni fognak, hiszen ők is jelen vannak, tehát ők is örülni fognak a saját nemzetük dallamainak. Biztos, hogy ők ezt majd meg fogják jutalmazni, ezt gondolom, hogy azért máshol is így van, hogyha olyan helyre mennek, akkor igyekeznek azért egy picit olyan dallamokat is játszani, amit azért sokan ismernek is, közönségkedvencek. Igen, hát ez bevett szokás már mindenfele. Hogyha megy, akkor a illető nemzeti népnek, nemzetiségnek a zenei világából is viszünk egy csokorra valót. A világtalálkozóhoz kapcsolatban mondta, hogy egy kicsit magyaros dallamok is föl fognak hangzani, ilyen huszáros, hiszen itt is holnap lesz a kunkapitány beiktatása, tehát azt hiszem, hogy a közönség minden rétege megtalálja majd a neki tetszőt. Igen, hát lesz benne induló, és lesz benne polka, és éljen a magyar. Hát szóval ilyen kis hangulatosabb, amennyi egy ilyen rövid műsorba belefér, mert sok időt nem kaptunk, sajnos. Hát azért reméljük, hogy lesznek még hangversenyek. Az idei évről tudunk-e még valamit elárulni nézőinknek, hogy lesz-e még valami meglepetés koncert esetleg? Hát jubileuma lesz a zenekarnak, és akkor készülünk egy jubileum műsorra, ahol megünnepeljük, hogy 20 éve fennállhat a zenekar, és játszhat. Hát ez lesz még. Hát akkor itt is gondolom, hogy itt is lesznek majd olyan dallamok, amit esetleg kezdetek óta játszottak, tehát biztos az elmúlt 20 évet is igyekeznek egy picit a repertoárt föleleveníteni. Igen, de azért én fontosnak tartom, hogy azért legyen benne új műsor is, szóval, hogy ne csak folyton ismételgessük, ugyanazt játszogassuk. Mert hát az ember a szépet azt bármennyiszer el tudja viselni időzőjelbe, ahányszor hallgatja, az mindig örül neki. És milyen a karcagi közönség, hiszen azért már egy párszor fölléptek itt, amióta ön vezeti a együttest? Hát én azt hiszem, hogy különlegesen lelkes, szóval én nem tudom, pedig azt hiszem nem családtagok vannak a közönség soraiba, és általában nagyon nagy sikere van a zenekarnak, úgyhogy ez nagyon motiválja az embert, persze, igen, ez. És hát azt hiszem, hogy azért, mint mondta, hogy izgul, egy picit látom, hogy azért már így, hogy közeledik a kezdés időpontja, és egy picit már jobban izgul. Én azt kívánom, hogy legyen sikeres a mai nap is, és még nagyon sok szép hangversenyt láthassunk Önöktől a következő 20-30 évben. Jaj, köszönöm, és hát gratulálok a Karcag városának, mert ilyen szép zenekart fenntartani, az egy nagy dolog. És hát csak így tovább. Köszönjük szépen!